Minirep. Egy, két, hár és ananász. Szökász. Pirosász. Éjanász. Én mint majonéz zavarban vagyok. Kéne, de csoda történt, érted? Csoda. Csoda velünk. Hol történt a csoda velünk? Hát az SZTK-ban. Mert gyógyítottam. Azt nem. De azt mondták, hogy látom. Mondták. Ugye, mit ártott maga nekem? Azt hiszed, hogy én hülye vagyok. Azt hiszed, hogy én nem tudom, hogy te bolka vagy. És ha jelenteni fogom, tudja mit, Vili bácsi? Nekem papírom van arról, hogy én látom. Vajda Lajos stúdió kiállítás egy idézettel kezdje. Az idézet így szól. Nekem papírom van arról, hogy látok. Sajda György Csoda című darabban elhangzó mondat a 25 éves működését ünneplő Féling színházi csoport előadásában hangzott el. Postmodern átiratban akár folytathatnám. Nekem nincs papírom arról, hogy írni tudok, vagy Edzámbó István groteszk vizuális szellemterében nekem nincs papírom arról, hogy festő vagyok. Következésképpen nem vagyok író, nem vagyok festő. Vajon minek is függ ez a következetes meghatározatlanság? Hiszen maga a Vajda Lajos stúdió megalakulása is egy abszolút dramaturgia mentén szerveződött. De nem csupán a szentendrei Vajda Lajos stúdió megalakulásában, hanem a békéstályi képzőművészet alternatív folyamataiban is találunk abszolút áthallásokat. Ismert, hogy a 60-as, 70-es években minden kiállítás engedélyhez, illetve sajátosan fogalmazva papírhoz volt kötve. Így szerveződtek olyan illegális tárlatok, amelyek hivatalosan nem is léteztek. Igen, nem léteztek, de abszurd értelemben mégis, hiszen nem voltak cenzuráltal engedélyezve. Így tehát a nem engedélyezettek idiotizmusával léteztek. Miként a játszódarab története szerint a lengyelek sem léteznek, ha nincs Lengyelország, így sajátos posztmodern átiratban a magyarok sem fognak létezni, ha nem lesz Magyarország. Felidézve a történeteket, Erzámbó István és Telugosi László 1968 őszén olyan szabadtéri tárlatok rendezését határozták el Szentendrén, amit minden évben megtartani kívántak a hivatalos szervek engedélyezése nélkül. A bomba 1970-ben robbant, amikor egy műalkotás közelében lévő sűrűbb tömeg mozgolódását egy önkéntes rendőr konspirációgyanúsnak a korabeli terminológiába szerint a szocialista rendszerrel szemben ellenséges szerveződésnek minősített. A rendőrségi riadó után persze nem csupán néhány hosszúhajú fiatalt, hanem az előtalált ellenséges képzőnyszeket is börtönbe ítélték. A meglepetés akkor érte a résztvevőket, amikor a hatalom felajánlotta az eddig tiltott képzőművészek művészcsoport alakuljon ifjúsági klubbá. A keleti abszurd kiteljesedése tehát a Vajda Lajos stúdió megalakulásának elősegítése volt, egyszerűen azonoknál fogva, hogy a megfelelő mederbe tereléssel további botrányok elkerülhetők legyenek, vagyis a tiltás helyett a hatalmi taktika tűrésre módosult. Következésképpen a lázadó képzőművészek az utcáról a börtönbe, a börtönből a Vajda pincébe kerültek. Az a Vajda Lajos stúdió megalakulását 1970-ben történt Aknai Jánossal, Matyó Falvi Gáborral kiegészülve, de a taglétszám az idők folyamán Bukta Imrével, a bizottság együttes frontteremberével, Bauer Andráson kívül a békéstályi kötődési tagokkal, Bereznai Péterrel és későbbén pedig Gubis Mihállyal is bővült. A felvállalt program a modern magyar képzőművészet avantgárd hagyományának megújítása, illetve a dadaista, szürrealista és konstruktivista képzőszeti áramlatok integrálása volt. A fiatal alkotók által kiválasztott pincehelyiség legendás tárlatok helyszínévé vált, amelynek első periódus 1978-ig tartott. A második periódusban 1978 és 80 között a marosvásárhelyi műhelyből áttelepült fiatal képzőművészet is integrálta, köztük Vízbai Sándort is, akit kiállított. Szóval a hatalom irányított változtatásait a helyi viharsarki gyakorlat abszurd módon követte. Békés Csabán a 60-as, 70-es években igen sok tehetséges, a művészi kifejezési formákat kereső irodalomban, zenében, képzőművészetben kifejező nemzedék volt egymáshoz préselve, akik a kulturális elszigeteltség miatt közvetett formákba vették át azokat a kulturális mintákat, amelyek nyugaton már működtek.
Az ellenkulturális attitűd ellenőrzött levezetésére a helyi hatalom a Békés Csabai Jobbárklubot kínálta fel. Az ide rendszeresen járó alkotók visszaemlékező szerint az aktív klub élet ellenére mind többen a besugóktól mentes magánlakások intim keretei között kerestek menedéket. A főszervező ellen természetesen a rock and roll, illetve a beat zene, és a azt kifejező hajviselet, öltözködés, viselkedés, de nem utolsó sorban a modern képzőművészet, valamint az amatőr színház és irodalom mozgalom. Az utóbbi független részvevője volt az 1978 megalakult Félix Színház is, Steinder Mendele József vezetésével. Szabad élet, a szabad képzőművészet kifejezését kereső, úgynevezett nagy generáció tagjai politikailag megbízhatatlanok lettek, rendszert ellenfogadó lázadók. Itt egy képzőművészeti szempontból igen fontos az, hogy katalizáló esemény is történt. A hivatalosan társadalmi beilleszkedését zavarva a küszködő alkotók közül Horvóben László és Lantos László az aktív ellenállás menekülő útját választott. Ennek hosszúidig rendőrségi megfigyelés zaklatás lesz a következménye. Jól jellemzi a korabeli helyi abszolút közállapotokat, hogy Jantyik László a Jókai Színházban 1970 tavasztán megnyitott szürreális szemléletű kiállítását annak ellenére tiltották be, hogy az éven alvó cenzori szigor még írásban is engedélyezte. Az ismétlődő kiállítási tilalmak miatt Jantyik László a hivatalt újabb és újabb útlevel kéremekkel provokálta. Végül 1971-ben úgy kapott útlevelet, hogy a hatalmi megbízott tudta, sőt ajánlotta. Többé ne is jöjjön vissza. Azóta is Amerikában jön. A párhuzamoságokon túl tehát az elvöntető kérdés a Vajda Lajos stúdió tagjai számára is az volt, lehetséges-e olyan öntörvényű képzőművészet megvalósítása, amely elkerüli az apologetikus módon formalizált képzési intézményi kereteket, amely független ideológiai kánonoktól, és erre az alkotói alternatívára a szocialista korszak normatív válasza a nem lehetséges volt. Ez a kizárólagos nem a hivatalosnak minősített ápolitizált szakirodalom szerint is téves szakmai útnak minősített minden az alternatív zenei, színházi, irodalmi és képzőszöki kezdeményezéseket, így a vajdások képzőszetét is. De az idő szerencsére nem őket igazolta. A vajdások, de a Félix Színház tagjai is olyan öntörvényutat kerestek, amelyek nem elsősorban az intézményi keretek abszolutizálásában, hanem az alkotói tehetség szabad és független megnyilvánulásaiban találja meg a művészet meghatározatlan titkát. Így a vajdások a Félix Színházi csoportot köszöntő kiállítása talált nem csupán annak elismerése, hogy a minőségi színjátszás, a minőségi képzőművészet korunkban sem kötődik az intézményesültséghez, sokkal inkább további alkotói szolidaritás a Félix Színház szellemiségével, törekvéseivel. A 2006-ban újjászervezett független színházi csoport rendhagyó, kísérleti előadásai izgalmas bemutatói bizonyítják, nem a papír, a végzettséget igazoló diploma dönti el a hiteles színházi létezést, hanem sokkal inkább a mesterségbeli tudás. Nyitja, hogy az idők folyamán a Vajda Lajos stúdió tagjai között igen sok Kossuth, munkácsi díjjal elismert és egyéb állami kitüntetésben részesülő képzőművészt találunk. Nem feledkezze meg arról, hogy a Független Félix Színház társulatának is gratuláljak izgalmas előadásaikhoz, és további sikeres 25 évet kívánjak. Köszönöm, hogy meghallgattak. A kiállítást ezen a megnyitom. Reggel! Felejtsen engem!
Egyedül vagyok, egyedül repülök. Teljesen egyedül vagyok, egyedül repülök.